2019-ben rendeztek utoljára Gemenc nagydíjat Szekszárdon. Akkor a koronavírus járvány miatt nem lehetett megtartani a versenyt, idén viszont már zajlanak az előkészületek. Erről a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója beszélt a Tolnai megyeszékhelyi közgyűlésének Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága előtt. Jelen pillanatban is a Gemenc nagydíjnak a szervezése, illetve a költségvetésnek az átbeszélése folyik. A koronavírus járvány miatt viszont nehéz dolguk van a szervezőknek, szakértők szerint ugyanis biztosan kell számolni negyedik hullámmal, ami akár már nyár végére belobbanhat. Az áprilisban kinevezett igazgató azt mondja, különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan, személyesen egyeztessen a helyi sportegyesületek vezetőivel, arról például, hogy milyen igényeik vannak. Ha még nem ismert mindenki számára, akkor elmondanám, hogy a maga a sportvezető, főleg a nagy klubok, tehát a KSC, UFC, kézilabda csapat, illetve kisebb szakosztályok is örömmel fogadták, hogy sokkal pontosabb információ, sokkal rendszeresebben ülünk össze, és folyamatosan információt kapnak a sportközpontnak a működéséről, illetve a terembérlésekről. Igyekszünk a rendezvényeiket is segíteni. Az Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottság ülésén téma volt az augusztus 8-án kezdődő 8 napon át tartó íjászvilágbajnokság is, aminek Szekszárd és a várostól nem messze található Sötétvölgy ad otthont. A versenyt a Magyar Íjászszövetség rendezi, a Tolnai megyeszékhelyi önkormányzata pedig 5 millió forinttal támogatja. Hiába a közeli határidő, a bizottság tagjai és a polgármesteri hivatal munkatársai még sok mindenről nem tudnak, mert mint mondták, nem kapnak elegendő információt a szervezőbizottság tagjaitól. Egy stábot rakjunk össze, legyen benne, nem tudom én, illetékes a várostól, Zsolt, bocsánat, nem akarok munkát senkinek, csak egy olyan 3-4 fős stábot, aki ennek a pénzügyi el, ami ránk tartozik. Nem világos az sem, hogy kik és milyen módon biztosítják majd a megyei jogú városba érkező versenyzőket és a kísérőiket, vagy hogy milyen módon végeznek rajtuk koronavírus teszteket. A bizottság tagjai ezért olyan döntést hoztak, hogy ugyan támogatják a verseny megrendezését, de néhány napon belül szeretnének látni egy részletes programtervet, amit a szervezőktől várnak.